Mivel a csatornán nagy részt végigjátszás, illetve bemutató van, ezért ja, aktuális sorozathoz való videóra, hogy kíváncsi, akkor rá kell kattintani az E betűre, és akkor megjelenik a lejátszási lista, amit kire választhatod utána, illetve esetleg máskor más videó is fel kerülhet így ebbe a listába, az E betűre kattintva, ami esetleg kapcsolódik az aktuális videóhoz valami okból, vagy valami más dologért. A videók alatt általában szoktam linkeket betenni, milyen közértekű dolgok. Például van egy Instagram oldala a csatornának, ami általában azt szoktam kitenni, hogy a héten milyen videók kerülnek, mikor, vagy a következő videók mikor kerülnek terítékre, illetve a Facebookon is általában ez szokott lenni. Illetve nem csak a YouTube-on, hanem a Twitch-en is szoktam streamelni, akkor itt elérhető ezeken a linkeken. Illetve ha lentebb kattintok, akkor általánosítva, mint tudom, a játékról szokott apró dolgok lenni, mint hogy a kikészített a játékot, illetve ha valaki kíváncsi a gép igényére, akkor itt megtalálhatja. Nos, mikor élőműsor szoktam tartani, annak mondjuk a leírásában általában sokat szerepelni, hogy konkrétan, hogy mint itt is látható, hogy a következő YouTube stream mi lesz. Ha valaki erre kíváncsi, akkor ez itt elérhető, még én nem nézi meg a Tomi listát. Twitch-en egy kicsit másabb a dolog, mert az események a Twitch oldalon. Ott lehet megnézni, mikor mondom, az események, nem a követők. Akkor így találja meg a listát, hogy most a Twitch-en mikor melyiket streamelem, ha valaki erre kíváncsi. Sokszor jön az a kérdés, hogy én milyen gépen játszok, nem most azoknak meg tudom válaszolni. Te felmegy egy fő oldalra a csatornának, itt kiválasztátok a névjegyet, és ott le van írva, aki kíváncsi rá, milyen alaplap, proci, meg ilyesmiket megtalálható, de most szerintem, amikor ez elkészül ez a videó, akkor szerintem abban is megtalálható lesz egyébként a leírásában, de mondom, itt felmegy valaki a főoldalra, és kiválaszt a névjegyet, és ott le van neki írva. Érdemes bekapcsolni a csengőt is, létesítéseket kaptok, hogy esetlegesen feltöltök egy tartalmat, vagy valamit cselekvés történik, mert akkor tudni fogjátok, aki feliratkozik rám. Illetve én is szoktam ilyeneket kapni értesítést, mert meg be van kapcsolva nekem, és akik feliratkoztam, akkor ott tudok, amit cselekszenek. Másrészt mondjuk itt is elérhető, hogy amikor rákattintasz ezekre, ugyanúgy elérhető, hogy most az Insta vagy a Facebook vagy csak egy Twitch csatornára átirányít dolog. Csak egy ilyen kis post bonus.